Petőfi Sándor. Kinna ménes, kinna pusztán. Kinna ménes, kinna pusztán. A betyárok országútján. Benn a csikós a csárdában. Iszik Isten igazában. Hadd igyék, ha kedve tartja, ha kiszáradott a torka. Nem is csoda, íj melegben. Süt a nap, eszeveszettem. De ha beballak Kent bátyja iszogatni a csárdába, legyen gondja a ménesre, bízzak el meg jó kezekre. Ott kihagyott három bojtárt, egy sem ér egy hajítófát. Mind a három azzal mulat, hogy alszik a kalap alatt. Hevernek a földön hanyat, orcájuk a kalap alatt. Egyebökkel nem gondolnak, ha megpörköl is a nap. Hátam ott, Kecskemét felől, a homoktorlatok megől, kilépeget szép lassacskán egy szép sötét pejparipán. Szép, tüzes ló, de még rajta a legény tüzesebb fajta. Bátorság van a szemében, karikás ostor kezében. Csak jön, halk lépést tart. Egyszer a méneshez ugrat, kiszakít egy jó nagy falkát, kiskunság most Isten hozzád. Fárad a nap már alant jár, egyre nyarga még a betyár, és előtte a paripák, csattog, pattog a karikás. Jön a csikós a csárdából, gyógyulóban mámorából. A bojtárok ébredeznek. Nagy héja van a ménesnek! El az egész kerületbe lókeresni szedte-vette! De hiszen kereshetik már, kit Szabadkán, kit Kikindán.